Kavics borította a kisbolyai iskola melletti területet még márciusban. Nyáron poros, ősszel esőben sáros volt, így nem tudták kihasználni a gyerekek. Most azonban már vidáman ugrókötelznek és játszanak rajta, hiszen szülői összefogással összejött annyi pénz, hogy önerőből egy műfüves pályát alakítsanak ki a területen. Ugye Lobic Ákos, mint szülő vetette föl még tavaly évben az első szülői közösségi gyűlésen, hogy valamit kéne tenni itt az áldatlan állapot ellen, mert ha itt eső volt, akkor csónakkal lehetett közlekedni csak az udvaron. Ő tette a felajánlást munkában, segítségben, és ugye kérte a szülők segítségét. Először az első osztályosok vehették birtokba a pályát. Körülbelül egy évvel ezelőtt álmodtuk meg azt, hogy ezt a poros, sáros terület helyére a gyerekek számára egy műfüves területet alakítunk ki. Önerőből a szülők támogatásával, és a szülők egy emberként álltak mellénk, felajánlásokból és adományokból jött létre ez a több mint 1 millió forint költségvetésű műfüves terület. A kivitelezést a Városüzemeltetés és a Dzsungelország Kft. Végezte. A pályát egy rövid ünnepség keretein belül adták át, ahol Árvai István polgármester is köszöntötte a diákokat. Beszédében elmondta, a városvezetés lehetőségeihez mérten a jövőben is segíteni fogja a hasonló kezdeményezéseket. A bolyai iskola másodikosai egy műsorral is készültek. Halacskákkal versenybe, úszkáltam a tengerbe. Havokváram összedőlt, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom. Van helyette más dolgom, nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. A fejlesztést folytatnák, a jövőben bővítenék a pályát, korszerűsítenék a nagybolyai iskola előtti kertet, valamint a jótékonysági bál bevételéből az iskola rádiót is újraindítanák.